Nem használunk Microsoft Edge-et, ezért abba hagyom az Edge-jeléseteket a pakkal. Nézzük ezt a 84x20-at, én nem merek oda nézni. Ugye nyitottam egy 84x5-öt, és abban volt egy... Nincs benne speckó kártya, azért az kemény. Német CDM Kimmich. Jó, amúgy a Kimmich az szerintem kapásból duplikét. Bolondos Kimmich, egy walkout van. Mi van még ott? Meg egy... Dick. Hát ez szörnyű. Ez legitim szörnyű. Mi van még ott? Tehát a 288-as a legjobbunk. Ez már jobb, mint a tiéd? Oké. Nagy. Az kemény, nagy nehezen, nagy keservesen sikerült összeszedni 5 darab walkoutot. Jó, a 85-ös inform is ugye tudjuk, de... Hát ilyen egy szar szemét, szar pakkot. Édes drága jó Istenem. Hát Laci, neked ez tegnap jobban sikerült. Ez a Bernard, ez nem a Bruno, ez a Bernardo Silva, de... Most a Bernardo Silva a... Édes Istenem. A Bernardo Silva annyi pakból jön elő, tehát én idén már a walkoutoknak a Willi Orbánja, mert én Bernardo Silvát idén többet láttam, mint a családomat. És még csak nem is viccelek. Eskü az Icon pakkot fogom kivenni. Én valami csak azért nem az Icon pakkot vettem ki, mert nem kell az Icon, most hát inkább azt mondom, hogy fodder, meg fasza, meg jó, de... De nem, hát kajak, mondom. Mert nálad, mehet, Laci, persze, mehet, akkor nálad is nyitunk egy 83x10-et hátha. Content miatt. Oké. Okay. 83x10, here we go. Confirmed. Van-e benne special kártya? Nincs benne special. Illetve még lehet benne Chile, ez az lesz, ez az Endler. Van-e mögötte más walkout esetleg? Van mögötte más walkout, Endler, és... Amúgy ez nem egy inform lesz mögötte? Nem, az egy Ruben Dias. Bolondos Ruben Dias, mit megy? Na, egy ilyen paknak én most nagyon-nagyon örülnék. Egy 88-nak, meg egy 89-nek. 83x10, na erről beszélek egyébként, a 83x10 gótid, van-e inform? Van inform. Van inform. Hát amúgy a két walkout mögött, hogy nagyjából semmi nincsen. De viszont ezeket meghagyom neked, Laci. Nice, ez amúgy egy jó pak. Hun van a Tomika, azt mondják. Nice. Ez egy team meg egy fél. Let's go. Jó, igazából megvolt az első öt passz, és már most tudom mondani, hogy ez annyira nem lesz jó ez a gameplay. Jó, van mindegy, vezetünk egy jó szvetiből. Bravo, Jorente. Á, azt meg ezővel kellett volna emelte. De nem mertem az emeltet, mert mondom, mi van, ha nem. Ajaj, nagyon nagy a lyuk, nagyon nagy a lyuk. Annyira nem szeretem, és a Ferland Mendy-től kapunk egy ilyen gólt. Imádom. Aha. Jorente be van fűzve, nem is megy. Cutback. És beszopja. Az szép, jó. Hát akkor az előbb még vezettünk egy Núra, most meg már 2-1. Lehet, hogy ebből tényleg kafu lesz a Marcos Llorente, mert néha a dribblingje az eléggé lackluster. Oké, 2-2-vel megyünk a fél időre, arra vagyok. Illetve még nem biztos, hogy 2-2-vel megyünk a fél időre. De 2-2-vel megyünk a fél időre. Oké, let's go, Palma. Ez még nyerhető, ez teljes mértékben nyerhető, mert ugye a védelme az... Kinda ifi. Ne! Jó, Joris, bravo. Bravo. Ja, persze, hát a Nesta simán megkutja az Eusebio, tehát az... Ő a szala. Jó, ez ilyen. A szala ezt tudja. Kéne egy állójáték, mert addig nem tudom megváltani a világot. Oké, okay. Trezegé, nagyon jó vagy. Griezmann.
Oké, nagyon jó. 3-3. Stabil mérkőzés eddig. Ellenben a bacsával. Úristen. Azt a Neymar megfutja! Neymar! Annyira szeretném berakni a kezdőbe a bátyját! Annyira szeretném a Neymart berakni a kezdőbe! Oké. Okay. Neymar, nagyon finom. És ezt most itt okosba kitesszük a ezének. Marcos Llorente-nek. Nagyon szép játék. Marcos Llorente RB-be, a stay back while attacking Marcos Llorente betalál. Meghallotta, hogy le akarod cserélni, fix. Fix, de amúgy ő nem is szokott felfutni. Tehát azért nem értem, hogy ő nagyon-nagyon maximum ilyen kétharmad pályáig szokott feljönni, de most úgy érezte, hogy tesó, coach, put me in, tegyen be edző, bá. És betettem, és működik. Nem valamiért Trivellák jobban lövi. Ja, én a Trivellát azt... gyerekek, mi ez? Mi ez a csapat? Aha, azt lehet, hogy elbasztam. Jaj, a szava! Ez kivéthető lett volna. Na, szava. Savinho. Trezegést. Nem, ez nem így működik, ez amúgy, de így működik. Nem tudom, hogy PS5-ön van-e ilyen beállítás, hogy Legacy, de ha van, akkor azon. Lőd el! De mi ez? Tényleg kéne csinálnom egy ilyet, hogy ez van input story. Mert az a labda az már régen el volt lőve. Konkrétan a játék elvett tőlem egy gólt. Na mindegy. Jó, most a játék megadott egy gólt, de amúgy azt a Vininek ott be kéne lőnie. Csak simán. Switchinget nagyon szeretem ebbe a játékba is. Az úgy nem les. Köszönöm! Végre 2-2. Na, akkor most kapjunk egy Kick of Glitch gólt. Nem komolyan mondtam, amúgy. Én csak vicceltem. Én nem akarok Kick of Glitch gólt kapni. Az öreg Kick of Klitschko. Szép. Stabil. Á. Bombasztor. A Kassa Tibor emléktorna hivatalos. Jó van. Akkor most ezen a meccsen a szavás azok vannak. És a Vini. Ezen a meccsen a szavás szóviccek lesznek, azt mondjátok? Ne. Ó, az baj. Az nagyon nagy baj, az nagyon nagy... Faszom az egészbe, de komolyan. Vini, Vidi, Vici. Köszönöm szépen, Úristen. Ja, végül a cseréimet se hoztam be, let's go. It doesn't matter. Trezegé, Úristen. Addig figyelj a Trezegé szólót. De Trezegé, fúss be! Trezegé! Rúgjuk be, te somsz! Azért adom oda neked, hogy rúgjad be, és tudjak rólad egy jó review-t mondani.
Püff! Az az a labda ki lehet bújt a szavannába, azt megmondom. Általában az szokott lenni, hogy az első meccsen úgy megruháznak, mint annak a rendje, de ha nem, akkor nem az első meccsen ruháznak meg úgy, mint a szart, még talán egyen jobban, hanem a második meccsen. Na most az első két meccset sikerült abszolválni, és most jön az Mbappé, a Pelé, és nem. Viszont az a Bobby Charlton az veszélyes. Bobby Charlton az hova fut ennyi idősen? De mi? Mi? Mi zsaja? Nem! 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 Mi ez? Mi ez? Köszönöm, oké, egy-egy, let's go. Azt szerintem ott a védőjének meg kellett volna szednie. Dik az Oscar. Kinek a fosza a szádba motoszkál? Jaj, amúgy csak ne az enyémben. Nagyon szívesen örülök, hogy bárkinek a szájába motoszkál az Oscarnak a fütyköse. Pun not intended. A rövidre. Ugye a mechanika abusementet azt nagyon tudja a csávó. Tehát a step over accelerations az szétmegy. De hogyan? Egy nagyon jó FIFA játékossal van dolgunk most. Ugye nekem az Inform Hansen van, aminek az arany tricksterje van. Eusebio 5 csillagos ballába amúgy ilyen. Hát jó, ez egy olyan meccs, amit nem kellett sohasem megnyernünk. Tehát ez nem volt megírva, hogy ezt nekünk itt meg kell nyerni. Mondom, nem tudom elvenni tőle a... Jó, van, mindegy, lejátsszuk. Na, most jó kedvembe vagyok. Megadom neki a lehetőséget, hogy egy teljes mérkőzést végigjátszon a fütykösével. Azt izi. Jó van. A Ferdinand. Jó van, nem baj, ilyen meccsek vannak. Most jobbra megyek és kifogja. Ugye balra szoktam menni, aki tudja. Na, valaki jöjjön már ide, légy szíves. Ej, pedig azt a tizit az be kellett volna lőni, akkor én azt mondom, hogy talán van valami keresnivalónk a mérkőzésen. Treze! Trezegi! Az öreg Rezegi! Zsó, Cancelo mindenre ott van. Ahogy a Hotel Trivago, meg mindenre másra ott van a Mastercard, a Zsó, Cancelo is legalább annyira ott van mindenre. Zsó, Cancelo az ennek a játéknak a Mastercardja. A faszodat? Az komoly. Az komoly. De az, hogy az Eusebium ne tudjon kaput eltalálni, ezekből a lövésekből, amikből nem talált el kaput, az szerintem vicces. Felettébb. Tehát nem is a kicsit vicces mappába tenném, hanem a very very nagyon-nagyon-nagyon-nagyon funny mappába. Mert amúgy azt leszarom, hogy kikapok. Hát, na jó van, azt leszarom, hogy kikapok, mert most érted, ilyen van. Az ember kikap. De az, hogy az Eusebio ne tudja a 90 pluszos finishingével eltalálni a kaput, Tizinél annyira nem prominens ez a jelenség. De amúgy az első tizit, hogyha van meccsen, azt mindig balra szoktam húzni. És most elhúztam jobbra, és hát a többi az történelem. Neymar.
Tehát ott vagyunk, hogyha nem kapnék ilyen buzi gólokat, mint az a bizonyos hatodik gól volt, megberugom a 11-est, meg az Eusebio képes kaput eltalálni a lövéseivel, akkor mondjuk azt mondom, hogy jelen pillanat mondjuk lenne 5-5 ez a meccs is. Hopp! Nice. Három gondjelzetből azért mondom, hogy ha most az a szögletes sztorit elfelejtjük, mert az bohóckodás. Ha mondjuk 5-5-nél kaptam volna azt a gólt, akkor lehet, hogy egy kicsit mérges lettem volna. De azért itt voltak bohóz gólok. Nem, hogy tényleg ügyes, tehát az far, az FIFA góz, tehát hogy amilyen messze a FIFA megy, úgy jó volt, mert azt csinálja, ami ebben a játékban működik. Step over accelerations, szerintem azért ott volt egy-két shot cancel is, meg hát a Bobby Charlton, mert ugye nyilván a Bobby Charlton működik ebben a játékban. Ez teljesen rendben van, tehát nekem félreértés ne essék, nem azzal van a bajom, hogy kikaptam, leszarom, kapja ki egy ilyen meccse, hogy az ellenfelem jobb FIFA-ban, mint én, kapja ki, én ezt mindig mondtam, hogy én ezért nem fogok hisztizni, azért meg kikaptam, de tényleg az, hogy az Eusebio 5 csillagos gyengébbik láb, 90 nem tudom hányas finishing és társai, és kapu közelből nem tudja eltalálni a kaput. Amúgy ez is vereség lesz. Ez is vereség lesz sajnos, mert a Rodrigóra nem szokott ellenszerem lenni. Sajnos. Perth Nilis. Oké. Köszönöm. Na, ez már nagyon-nagyon érett. Nem húzza ki egy... mindegy, megvicceljük. Szia Gergely, hello, jaj! Hello, nem a Twitch chatet kéne nézni meccs közbe. Virgil, I love you forever. I je t'aime forever. Na mondjuk azt mondom, hogy hollandul kéne egyébként, csak nem tudok hollandul. Ugye a bátyának a Max Verstappen-es téma van beállítva. És pont egy hollandtól kap gólt. Imagine the scenes. Új! Nyilván. Haszi most jut el először a kapumig, és egy ilyen gólt beszopok tőle ellene. Hopp, az a reverse elastikót, azt figyeltétek? Ilyet tudám a Hansen. Az meg onnan gól. Mondtam. Nem lehet. Nem lehet hagyni a putájáztak ennyi helyet. Aj, pedig azt annyira láttam jönni. Ez mégse. Saját magamnak nehezítem meg a meccset. Egyszer ma már mentünk ezért hosszabbításra. Még egyszer nem megyünk hosszabbításra. Utolsó 3-5 percben ez belefér ebben a játékban, fix amúgy, mert tényleg fegyújtom magam. Tehát még egy ilyen meccs lesz ma, holnap belefér még egy ilyen, de ha még egy meccs ilyen lesz ma, hogy úgy megyünk hosszabbításra, hogy 90 pluszban kapok gólt, és azzal hosszabbítás, akkor nagyon-nagyon szomorú leszek. Úgyhogy lehet ez a meghívom a mamát streamre, mit szóltok hozzá? Hétfőn egy stream a mamával. Oj, az Mbappé már hiányzott. Mbappé, Eusebio, Hulit, nagyon jó, az a védelem, ott a Joris. Ott a Joris, na most megnézzük, hogy az ellenfél Joris mit művel, meg az én Jorison mit művel. Bolon Trezegi, nem, az nem lehet. A Joris, szép. Mama Coop Rivals 7 win nagyot, mert egyébként. Szia Márk. Egyébként arra vagyok? Az komoly. Hát igen, a bacsával ez a baj. Ez az egyetlen baj, hogy kicsi, alacsony és...
fejeléseknél nem igazán van ott a szeren. Mármint, hogy amúgy rajta van a szeren, mert cragged, de fejelésnél nem igazán. Nem adunk vissza a Trezegének semmit. Trezegi azért van itt, hogy adjon nekünk. Az mondjuk Eusebio. Mi a helyzet? Szia Norbi, hello, hello. Vagy szerény véleményem szerint az elfért volna. Mondjuk itt a csatornán ugye az SVS az nem a szerény véleményem szerint, hanem a szakértői véleményem szerint. Mert ugye szakember vagyok. Ah, elbasztam. Néha ilyen is vagy, a szakértő belehibázik. Hát, azt nem. Mbappét nem lehet. Az, hogy az Mbappét ezzel nem, a second man press-szel nem lehet megfogni sajnos. Ajda, hogy ez is egy annyira nyerhető meccs lenne, mert amúgy a bátyja nem tud védekezni. Erről beszélek. Mi ez? Egyszer sem voltál VL-ezni? Nem voltál még VL-ezni? És kilép. 2-2-nél miért lép ki? Miért lépsz ki Mbappéval meg Eusebioval, tesó? Ilyen egy butát. Ez annyira nem szeretem a community-ben, hogy ilyeneket csinálnak. Miért kell ezt csinálni? Csak nyomjuk a meccset, tesó. Hát így nincs min. Ja, tudom. Pedig van, a védelme az egy átjáróház volt, és akkor egy két szerencsés Mbappé góllal lett 2-2 a meccs. És ja, ez is egy nyerhető meccs lett volna egyébként teljes mértékben. Abszolút. És akkor bátyja kilép 2-2-nél. Nem azt mondom, hogy meg lett volna gyalázva, megpicsázva, de könyörgöm. De az, hogy inkább bevállalod te a vereséget, a 90-es Di Marco, azért az kemény. Tehát, hogy inkább bevállalod te a vereséget, csak hogy a másik ne nyerjen, ez a legpatkányabb dolog. Tehát ezen csak röhögni tudok. Más nem, csak röhögni. Ez az a leghihihahaább sztori az egész világon. Ódákat tudnék zengeni a csávóról 5 meccs után. Köszönöm. Végre vezetünk. Bár van egy kis faszőr a számba. Nem tudom. Na, kivettem a faszőrt a számból, mehetünk. Luis. Ne, azt nem szabad beszopni. Joris azt onnan nem szabad beszopni. Hagyjuk már Luis Hernandezt, légy szíves. Hát ezt a meccset is meg kéne nyernem egyébként. De most így egy-egy, mert ugye Luis Hernandez, és Luis Hernandez az a világ legjobb játékosa, ha esetleg nem tudtátok volna, 2-1. Jó. Nem tud védekezni a faszi, semennyire, de a szöglet abúzálás az megy. Ajaj. Ajaj. Hol a bacsa? Miért van megbolondulva a véd... Ez a meccs ez nem 3-1. Ez a meccs ez kurvára nem 3-1. Megint ugyanaz, mint tegnap az egyik kvali meccsen, hogy a faszinak köze nincs a meccshez az első félidőbe, és a második félidőbe hirtelen elkezd játszani. Ahogy az Aubameyangra mondtam, hogy a legjobb csatár, akit használtam a játékban, és ez amúgy azóta is megállja a helyét, mert árérték arányban geci jó amúgy. De Eusebio, könyörgöm, fuss tovább, erről beszélek, hogy a faszira ér meg fizettem 2,5 milliót, és az Aubameyang kinda jobb. Tehát az Aubameyang, az körülbelül, mi az, ugyanannyit hozott, ha nem többet egyébként. Fejtőd a végén a Hansenot lőni, mert a passz vagy bontatlan, vagy elakad. Ja, tudom, ez nagyon sokszor probléma, de egyszerűen ez egy hányás holland striker. Who the fuck is that? Jó, őt még soha nem láttam, meg egy Modric. Nice. Nice, dupla walkout, let's go. Oké, sima gold rare. Az baj. Mármint, hogy amúgy nem baj, mert vagyok a Modricra, csak szerintem Modricom az van. Meg a Jakobel. Hát.
Leve Ábel, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek itt a csatornán, és ott, ott a dupla inform. Nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon jó. Meg az Ünder. Na, ebben van egy fix 82 feletti, nézzük. Valami jaut. Oké, oké. Oké, pajor. Az emlegetett szamár. Az free. Az nagyon-nagyon free. Na nézzünk még egy jó szál. 83x10, de tényleg egy jó legyen. Mondjuk egy 88 lenne benne, az nem menne kicsit. Az nagyon-nagyon nem menne kicsit. Legalább egy 88, please. Old Rare, Portugál, Cam, Manchester United, Bruno, Something Else, igen, igen. Hallgatlak. Alisson! Az Alisson Berger! Az az! Az az! Nagyon jó! Hát, ó, hát ez Gattier pak. Ez Gattier pak, egy 87, egy 88, meg egy 89.